Az élet egy sakk, minden mező lehetőség, minden mondat lépés, és minden lépés tett. Fehér gyalog kilép az E4-re. Kiskoromban egy pindurikát, de esküszöm, csak egy icipici, nagyon pindurikát kurva kövér voltam. Meg te érzékeny, meg kövér. Fekete gyalog E5. Egy majálison beugrottam az ugrálóvárba, és annyit láttam, hogy amíg én le, a két másik gyerek gyorsabban száll fel, mint a két herém, mert hát úgy megijedtem a sovány kurva anyjukat. Ám a nagy test nagy szívvel jár, bujócskában nem találtunk meg valakit, aggódtam, hogy éhen pusztul a bokorban. Fehér huszár F3. És hálás vagyok a szüleimnek, hogy ennek ellenére is csak babuci voltam, és nem Netflixen chill, masszázs extrákkal, vagy drága volt az óvszer. Fekete gyalog D6. A The Floris lábát előszeretettel túltoltam. Bármire másztak már sírva a gyerekek, mentem utánuk és ordibáltam, hogy de ágyizláva, de szekrényizláva, de anyádizláva, fehér futár C4. Ez ma sem kultúridegen játék. A The Floris polgári Hungarian demokrácia videót Soros George miatt 10 millió falakon ugráló pókember országa lettünk. Fekete huszár C6. Pedig az élet fontos dolgait fekve mondják. Például, most próbáljuk meg kutyában. Mert ez a falakon ugráló pókember kutyák országa, ahol tesáim, az a magyar, akinek az unokája is a mi kutyán kölyke. Te, ami kereszténység, kisfaszom. Ma már az egyháznak nincsen nagy súlya, de van hatalmas tömege. Fehér huszár C3. Magyarázd már a legcsövesnek, mit jelent az, hogy se istenes a hazája, mert ha József Attila harmadnapja nem evett, se sokat, se keveset, akkor ő végül is pont megfelelő mennyiségűt evett. Itthon eléggé varid a kettős mérce. Fekete futár G4. Hinni már amúgy is csak a szerelembe lehet. Egyszer a menzán ráírtam egy szalvétára, hogy randiznál velem? Ha igen, mosolyog. Ha nem, dobj egy hátraszaltót. Odaadtam a lánynak, és geci, rohammentő vitte a nyaktöréssel. Fehér huszár üti fekete parasztot E5, pedig tök szép a szemem és a seggem, de a többi részem gyűlölöm a rövid lábaimmal együtt. Nem találok magamra nadrágot, és mikor a harmadik héten mondták nekem a H&M-be, hogy talán nézzek be majd a következő héten, mondtam, hogy bástyáim, én benézek, de egy szápocsben fogok jönni most már. Fekete futár üti fehér királynő D1 vezéráldozat, mert van az a játék, ahol úgy kap sakkot, hogy apa üti anyát. Fehér futár üti fekete parasztot F7 sakk. Nem tudod belepréselni magad a saját nyomorodba? Meh, not very. Az én szüleim szeretik egymást, de mégis tudják, milyen érzés egy te érzékeny, állandóan éhes kisfiúnak elmenni úgy egy születésnapi bulira, hogy előre tudja, hogy nem szabad kérni a tortából. Milyen érzés a fagyis előtt azt hazudni a barátaidnak, hogy nem vagy édes szájú. Hogy még így is én voltam a legboldogabb gyerek az ugrálóvárban, és a heréim voltak a legboldogabb repülőherék. Fekete király kilép az E7-re. Épp ezért gecitökös az, aki képes megnyerni egy meccset saját maga ellen úgy, hogy a démonjait sem bírja megszámolni, és amúgy sem egy nyertes alkat. Fehér huszár belép a D5-re. Akkor ez baszottul sakmat.